Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt vagyok gondolosan a vasútállomáson. Na, ez egy nagyon rögtönzött kis vlog lesz. Teljesen másokból, tehát a szülinapozni jöttem át ide, tehát akkor azt az én szülapot is ünnepeljük. Csak még nem kezdődött el a budi, és hát ha már úgyis itt vagyok, meg tényleg egyébként ott, ott leszünk, ott a csonkakocsmába. Csak még nem kezdődött el. Ha már ilyen közel van, akkor kihasználom az alkalmat, és akkor hát amennyire itt engedi a sötétség, bemutatom magát az állomást is. Hát szerintem nagyjából ennyi látszik, ott van egy lámpa majd tovább, ez már ugye a csonkavágány, és itt is itt van az állomás mellett egy tüzéptelep. Ez az utolsó teherforgalom az ide jött. Még is, de nem csak ide. De egyébként ezen a vonalon a személyszállítás 2009-ben szűnt meg, decemberben. Ja, a második vonalbezárási hullámba szüntették meg itt a személyforgalmat. Ami sosem volt túl erős, tehát ez volt az országnak a legkihasználatlanabb mellékvonala. Mert innen kis szénás fele ment a vonat, tehát gyakorlatilag 6 km, de innen a kis szénás, és a pályaállapot olyan volt, hogy 10 perces menetidővel. Igen, itt ez már az állomási csonka. És hát nem is volt túl kihasznált nyilván, mert kis szénás az nem egy olyan potenciális utazási célpont. Tehát többször előfordult, egyáltalán nem volt a BZN utas. Hát nem tudom, mi fog ebből látszani, szerintem már semmi. De ott az állomásnál van még világítás, úgyhogy azt majd még megnézzük. Viszont ez a vonal, mert már amikor épült se, elsősorban a személyszállítás miatt, hanem a teherforgalom miatt épült. És ez is volt mindig a fő potenciálja, tehát gyakorlatilag ez inkább egy nagyon hosszú iparvágány volt, amin személyforgalom is zajlott. De már igen, de itt még a 90-es évek elején is egyes vonatok közlekedtek. Aztán gokártos, tolatós teher járt ki. És élőállatszállítás is volt, és a tehervonatok végére csaptak egy személykocsit, hogy azon lehessen utazni. És itt egészen a 2003-ig nagyon is intenzív teherforgalom volt. Tehát itt, ezen a sereken még 2003 elején ide még a lakodó fele Szergely járt ki teherkocsikkal, és gabonát meg szóját itt rengeteget lakottak. Hát, mert itt vagyunk közben az állomás épületnél. Ezt szerettem volna megmutatni. Hát nem tudom, mennyire látszik majd. Most még lámpát nem hoztam magammal. Nem gondoltam volna, hogy az is kéne. De itt van maga az állomás, nézzétek csak meg. Hát az emeleti részén voltak a szolgálati lakások. És itt volt a jegypénztár, meg a váróterem. Ez volt a váróterem. És így nézzétek meg. És amit szeretnék nektek mutatni, nem biztos, hogy fog látszani, de remélem, nem tudom meg tudom mutatni, de ide világítok majd telefonnal, mert ez itt a lényeges, hogy miért nincs meg, na tessék, itt van. Ez a tisztelt fuvaroztatóink. Gondolos állomáson az áruforgalás 2000. május 5-től megszűnt. Hát itt rendeletileg megszüntették a teherforgalmat, azzal, hogy innen nem vittek már el többet semmit, hanem ahogy itt látjátok, ide is van írva, hogy azt mondták, hogy nagy szénás állomásra helyezzük át, tehát itt a fuvaroztatóknak azt mondták, hogy vidd át nagy szénásra, onnan majd elvisszük. Ők meg azt mondták, hogy ha már úgyis közúton kell fuvaroztatni nagy szénásig, akkor az már elviszi a megrendelőig is. Tehát innestől kezdve, tehát hatalmas, tényleg nagyon nagy teherforgalmak voltak itt. Mondom, Szergellyel kellett kijárni. Tehát azt így sikerült egy pillanat alatt tönkretenni. Gyerekek, ezek után maradt nulla. Mert nyilván senki nem vitte át nagy szénásra a rakományát. Egyébként itt van maga a rakodó is, de hát no, semmi nem fog belőle látszani. Ez majd egy ilyen nagyon, ez tényleg azért nagyon szar videó lesz. Nem baj, hát dumálásban jó lesz ez. Hát ha másra nem is. Majd mindjárt csinálok a Facebookon is egy live-ot róla. Ha már is itt vagyok. Hát egyébként itt lenne az élő állatlakodó, meg egyébként az áruraktár is, csak látszik. És egyébként itt a volt lakodón
Mondjuk most éppen nem, mert nincsen szezon, de így nyáron is láttam, hogy tavaly, hogy sorban álltak itt a kamionok, és innen vitték el a gabonát meg a szóját. Tehát, nem, tehát most is lenne mit szállítani, nem azért szűnt meg itt a teherforgalma, nem volt mit szállítani, hanem egyszerűen így a vasútnak az ilyen dilettáns, vagy ilyen hozzá nem értés, meg ilyen pillanatnyi szar döntés, vagy nem tudom, hogy ilyen, de 2003-ban tényleg történt egy ilyen, hogy egyszer csak gondoltak egyet, semmilyen racionális megfontolás nem volt mellette, csak valaki úgy gondolta, hogy ez jó lesz, így rengeteg, vagy 200 ilyen kisebb állomáson megszüntették a teherforgalmat. És semmi előzetes felmérés nem volt, úgy tudom, semmi, hanem szóval, hogy mostantól nem, és kész. Ez körülbelül hasonlít ahhoz, mint amikor a BKV azt mondta 1996 vége fele, hogy ne, nincs többé teherszállítás. Mert csak. Mert azt mondtuk, hogy nem kell. És ennyi. Ez is körülbelül ugyanez volt. Hát gyakorlatilag a mellékvonali teherforgalomnak ez volt az utolsó szög a koporsójában nagyon sok helyen. És ezek után még megmaradt a beállítottak ide 2004-ben még itt 9 vonatpár volt, kiszereső gondolás között, voltam még közvetlen ment Odasházára, voltam még Odasháza, mert mezőtől vonat is betérős volt ide, de aztán ezt is megvitkították, ma maradt napi 3 vonat. A megszüntetés évében már csak napi 3 ment. Na jó, hát akkor szerintem ennyi elég is ebből. Megiszom a sörömet és visszamegyek bulizni. Úgyhogy sziasztok!